Sziasztok! Ez a videó kicsikét másabb lesz, mint a többi, igaz félig meddig teóriás, de ahhoz, hogy megértsétek a jövőbeli teóriákat, illetve hogy én mire gondolok, az meg kell értenetek azt, hogy az Epic Games a Battle Pass-szel meg mindenféle dolgokkal minimálisan tízeli előre a jövőbeli skineket, illetve a eventeket is. Mondok egy példát, kijön a Season 4, abban például van egy emotikon, tök mindegy, hogy milyen a Battle Pass-ben, és utólag derül ki például season végén, hogy hoppá, az emotikon egy skint rejtett magában, mivel akkor került be az item shopba az a féle skin, amit az emotikon rejt magában, úgymond tízeli előre. Ebben a videóban ezeket szedtem össze, egészen season 2-től season 7-ig, hogy miket lehetett tudni, amiket mi nem tudtunk, és utólag derültek ki, szóval ilyen vicces dolgok. Lehetséges az is, hogy véletlenül egybeesés lenne az emotikon, a graffiti, a magával, a skinnel és így. Az Epic Games se tudta, de abba belegondolunk, hogy az Epic Gamesnek 200 IQ-ja van, szóval ő egyik cikkben még láttam is, hogy kijelentették, hogy Season 9-ig tudják előre a sztorit, illetve a dolgokat, szóval bízok abban, hogy az Epic Games tudja, mit csinál. Kezdjük is mindjárt a legelején, Season 2-nél. Mindjárt itt volt Tier 24-nél egy ikon, amin egy Saturnus bolygó van. Ezt nem tudtuk még Season 2-ben, de ez már kicsit utalás volt arra, hogy Season 3-ban ugyebár űrhajósok lesznek és az űr dolgok bejönnek a játékban. Ahogy haladunk tovább, itt vagyunk Tier 59-nél Season 2, itt van egy gázmaszkos ikon. Hát akkor még nem tudtuk, hogy mi ez, majd biztos bejön az item a gázmaszk, vagy valami. És ugyebár december 11-én volt 2017-ben a Season 2, és 2018. június 22-én került be a Skystalker nevezetű skin, ami egy gázmaszkos katona volt. És mindjárt itt is vagyunk Season 3-ban, és mindjárt az első ikon egy törött tojás. Ez most lehet utalhat a sárkány tojásokra, utalhat a csirkés skinre, vagy teljesen mindegy, lehetséges, hogy random is, ez már úgyse fog kiderülni. A következő egy emotikon, a Boombox nevezetű emotikon. Igen, srácok, ez utalhat a most bejövő Boombox nevezetű tárgyra, vagy utalhat a Boombox backblinkre. Amit még észrevettem, hogy Season 3-ban és Season 7-ben is van egy nap ikon, nem tudom, hogy ez egy véletlen egybeesése, vagy az Epicnek kifogyott az ötlete, és hát ha nem veszik észre, hogy még egy nap ikont kapunk, de kettő van. És ugrunk még egy Season-t, itt van Season 4. Season 4 első emotikonja a dinamit volt, ami igen utalhat a Season 6-ban bejövő fegyverre, a dinamitra simán. Season 4-ben ugyebár bejöttek a graffitik, és a graffitek fontosak a mai napig, mivel az graffitik el tudják mondani a jövőbeli skineket, illetve tud az Epic Games üzenni nekünk valami érdekeset. És mindjárt itt van egy Royal Stroll nevezetű graffiti. Egész érdekes ez a graffiti, nem tudtam annól hová rakni, de most ha így megnézzük, utalhat a petekre is, ugye sétáltat egy kis cicát. Viszont vannak ott lepkék is, ami utalhat a pillangóhatásos eventre, már ez kicsit durva a dolog, de talán, én így gondolom. Ugye az Abstractnak volt egy egyedi graffitije, arról nem is beszélve, hogy amikor kijött a Battle Pass, akkor ugye benne volt egyből a graffiti, akkor még nem is tudtuk, hogy lesz egy Abstract nevezetű skinünk is. Az egy plusz egy pont. Viszont ez a graffiti, mintha egy ilyen riftet ábrázolna. És ugyebár Season 4-ben nem is voltak riftek, csak a leges legvégén ugye amikor felrobbant a rakéta, vagyis felszállt, akkor lett egy nagy rift az égen. És utána Season 5-ben kezdődött el az egész riftes dolog, addig nem voltak riftek, nem tudtuk, hogy fognak kinézni, és itt már volt egy riftes-szerű kép. És itt is vagyunk Season 5-ben. Tudni érdemes, hogy Season 5 július 12-én jelent meg, és volt benne egy sushi nevezetű graffiti. Annak még nem tudtuk, hogy mi lesz, nem is gondoltam arra, hogy ez belőle skin lesz, vagy bármiféle dolog, és november 21-én, ami már Season 6 volt, megjelent a Maki Master nevezetű skin, aminek a backblingje teljesen ugyebár olyan, mint a graffitin lévő skin, vagyis úgymond sushi. És ezek szerint egy Season-nel odébb derült ki, hogy ez a sushi és graffiti, ez egy backblink volt. Aj, ezek a bohócok! Emlékeztek, hogy milyen teóriák voltak a bohócokról még annó? Igen, Season 5-ben ugyebár bekerült a ballonos csákány, ami a Party Parade szethez tartozott, viszont nem volt hozzá skin.
Állandóan ment a pletyka, hogy most bohócok lesznek, hogy ez lesz a Week 7-es karakter. Ugye ott volt Lazy Linksnél a tábla a bohóc fejjel. És igen, ez volt az a bohóc, és szeptember 23-án került be. Egy jóval csúszott, egy pont season 5 végén került be, jó sokat vártak vele, mire kirakták ezt a skint. A következő nem csúszott akkor át, mint a bohócok, egy update-tal utána került be, hogy bejött a season 5. Szóval július 12-én jelent meg a Battle Pass, és július 20-án került be a pankrátoros skin az update-tel, szóval megkaptuk azt a skint, ami a graffitin van nagyjából. Ismételten egy olyan példa, mint a bohócoknál volt, július 12-én megjelent a season 5, és szeptember 2-án rakták be a hippie skineket, ami azt jelenti, hogy megint csak season 5 végén került be az a skin, ami rajta volt a graffiti, szóval egy egész season tud csúszni egy adott skin. Hála Istennek a Durburgerre csak egy hónapot kellett durván várni, viszont itt is úgy volt, hogy benn volt a Durburgeres graffiti, és ugyebár jött a Durburgeres Beef Boss skin egy hónappal majdnem utána. És itt van ugye a Crazy Castle-ös graffiti. Hát magát a Crazy Castle-t mint helyszín nem kaptuk meg, illetve ami a graffitin van nem úgy néz ki, viszont Season 6-ra egyből kaptunk Haunted Hills mellé a hegyetőre egy no-name, névtelen várat. Várszerűséges dolgot, szóval mondhatni az is, hogy Crazy Castle féleség. A cápás gliderre se kellett sokat várni, hisz kijött a Season 5, és nem sokkal utána bekerült a Laser Chomp nevezetű glider is, ami a második Legendary glider volt. Ez teljesen ugyanúgy néz ki, hogy a graffitin volt, szóval ez is el, hogy mondjam, plecskált az, hogy majd jön egy cápás glider. A következőnél is volt egy kisebb csúszás. Ugye kijött a Cruiser nevezetű glider még a Battle Pass elején, a Tier 7-nél, és egy hónappal utána jelent meg a Cobra Crew, maga a Cobra Crew. És igen, itt is volt egy kis csúszás. Átértünk Season 6-ra, és egy kicsikét érdekesebb dolog jön. Ugye volt a Meow Moon nevezetű graffiti, amin egy macska van és egy hold, ez volt szeptember 27-én, és október 28-án jött egy Bunny Moon nevezetű skin, ami ugyebár utal a holdra, illetve a nyúlra. Bár kicsit olyan nekem ilyen macskásnak tűnik inkább a csaj, mint nyúlnak. Szóval mondhatnám, hogy hozzátartozik a graffiti, én abba beleegyezek. A következő az egyik kedvenc skinem a póklovag. Ugye szeptember 27-én jelent meg a Season 6, volt egy graffiti benne egy pókkal, és a potroháján volt egy piros X. Na és október 21-én jött rá maga a skin, póklovak set, vagyis a pók set, és ugye itt is megtalálható hátukon ez a piros X. Szóval ez is előre utalás volt a graffiti. És itt van az Oni graffiti is, ez még mindig season 6. Szeptember 27 és november 18-án jelent meg a Shogun nevezetű samurai skin. Jó sokat kellett erre is várni, de amikor megláttam az Onis graffitit, tudtam, éreztem, hogy erről is lesz egy skin, és ezt is Season 6 végére tartogatta az Epic Games. Sokan nem hitték el, hogy a Skull Trooper még vissza fog jönni valaha is, de erre rácáfolt az október 10-i item shop. És igen, itt is volt egy Skull Trooper-es ikon a Battle Pass-ben. És elérkeztünk napjainkba Season 7-hez. Itt is volt egy ikon, egy shuriken-szerűség. Én gondoltam, hogy valamiféle skinhez fog tartozni, és ez ki is derült, hiszen bejött a havas ninja skin, és ennek a backblingje volt ez. És itt is láthatólag egy hónap csúszás volt, szóval érdemes figyelni a graffitiket és az ikonokat nagyon. A következő a Baited nevezetű graffiti, ugye az a graffiti, amit az előző teóriámban megemlítettem. Érdekes módon, ugyanez a nevű emotikon is megtalálható a Season 2-es Battle Pass-ben. Egyébként ez a graffiti utalhatott a Hull skin eljövetelére. És itt van a polipos ikon. Igen, srácok, nagy valószínűséggel jönni fog a polipos skin is. A gliderét, illetve a csákányát már nagyjából kiszedték a fájlok közül, de nem nagyon bírják, mert nagyon le van védve. Szóval, lesz egy polipos skin a hal mellé, és nagyon kíváncsi leszek, hogy az Epic mit hozott ki egy polipos skinből, úgyhogy érdekes lesz.
Kicsikét átevezünk a Battle Pass-ekről, és megnézzük, mik azok az ikonok, amik alapból a játék megjelenése óta bent vannak. Találtam itt egy kocka ikont is, ami simán utalhat Kevinre a kockára, már kicsit erős dolog, hogy ő lenne az, de miért ne? Van még egy rakéta ikon is, ez simán lehetne Visitor rakétája is. Igen, ez is egy kicsikét erős, de úgy gondolom az Epic Games-nél nincsenek véletlenek. Ikonok nézegetése közben feltűnt valami nagyon-nagyon furcsa dolog, amiről senki nem beszél. Ugye van ez az ikon, ami Aimnek a vállán is rajta van, amit már Season 6 végén tudtuk, illetve a Mikulásnak a, úgymond, nem is tudom, katonai bázisa. Az a lényeg, hogy ez a logója, ugye ez van a hangárokon, meg minden. Viszont van egy másik logó is, ami ugyanez, csak úgymond a körülötte lévő dolgok szét lennének törve, vagy nem tudom, nehéz megmagyarázni. Furcsa módon a snowboardos csajnak a hátán is ez van. Ez nagyon furcsa nekem, olyan, mint valami lázadók lennének, vagy ez a csaj lázadó lenne a katonai bázis ellen, vagy valami ilyesmi. Kicsit furcsa ez nekem. Kommentben nyugodtan írhatjátok meg, hogy szerintetek ez mi lehet. Ez lett volna a Battle Pass ikonoknak a zelemzése, úgymond. Most lássuk a híreinket. Úgy néz ki, hogy a játékban lévő következő fegyver, ami megjelenik, az egy hangton pítós sniper. Ezt a játék fájlai között találták. Igaz, még az Uzi se, illetve a légdeszka se került be, de vagy a sniper, vagy a légdeszka hamarabb fog szerintem bekerülni, mint az Uzi. Csak kíváncsian várom, hogy az Epic Games mit fog berakni következőleg. Állítólag Legendary, illetve Epic ritkaságban lehet őket majd megtalálni. Úgy néz ki, hamarosan elérhetővé válik az Insect nevezetű skin, ugye a Reflex skinnek a női változata. És ez is egy Street Ops nevezetű bundle-le fog jönni, ami PC-seknek fog kedvezni ismételten, viszont úgy néz ki, hogy egy laptopot kell majd venni ahhoz, hogy megkapjuk ezt a skint. Természetesen kapunk hozzá Chalkine-t, illetve Glider-t, illetve valamennyi V-Bucks-ot is. Na, ennyi lett volna ez a mai videó. Ha tetszett, akkor dobjatok lájkot, illetve iratkozzatok fel, ha még nem vagytok. Most pár napig nem lesz videó, mert oda leszek, viszont utána meg fogom csapatni elég rendesen. Jövök itt újabb teóriával, illetve lesz egy újabb széria videó, aminek az lesz a címe, hogy a Fortnite érdekességek, amiket lehet, hogy nem tudtál, illetve Fortnite misztikumok. A nyereményjátékra még mindig várom az intrókat. Na, köszönöm, hogy megnéztétek! Sziasztok!